Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a képen látható egy sorsdöntő fordulat. Eddig sok minden történt vele, amit ő igazságtalannak tartott. Ez lehet egy bizonyos helyzet, amiből ki szeretne lépni, persze lehet egy bírósági ügy is, és itt a sors kereke azt jelenti, hogy itt lesznek sorsdöntő változások, lesz egy új irány. Az is lehet, hogy kettőtök között voltak félreértések, vagy ő bántott meg téged, és úgy érzi, ez igazságtalan volt veled szemben, vagy ő sértődött meg kicsit makacs, viszont arra gondol, hogy így nem mehet tovább. Itt kell egy változás. És ő tulajdonképpen hajlamos most arra, hogy bocsánatot kérjen, hogy elmagyarázza a történeteket, hiszen tervezi azt, hogy legyen változás, hogy ez az igazságtalanság lezáruljon. És a második kérdés, hogyan érzi magát? Itt az érméknél, vagy az anyagiakról van szó, vagy a munkájáról. Látható, hogy mennyire szorgalmas, ezt mások látják. Tudják, hogy ő jól dolgozik, megállja a helyét az életben. Vannak sikerek a munkahelyen, de nem becsülik meg, hiszen úgy kezelik, mintha ő egy diák lenne. Pedig tudják azt, hogy mennyire értékes, vagy mennyire tehetséges, és pontosan ez a helyzet, ami erre az igazságtalanságra utalhat. Itt lesz egy sorsdöntő változás, hiszen ezt tervezi, és itt látható, hogy kezébe veszi a dolgokat, és intézkedni fog. Ez lehet egy munkahelyi változás, ha ez az igazságtalanság a munkahelyét illeti. De kihathat a kapcsolatokra is, amikor mások nem értékelik őt, és emiatt történik ez az igazságtalanság. Ő most tervez változásokat, és itt kezébe veszi most a dolgokat. És hogyan közeledik hozzá? Itt mutatja majd a kardot. És a kard az el tud vágni valamit. Bizonyos helyzetet, vagy bizonyos kapcsolatokat, amit ő igazságtalannak tart, és intézkedni fog. Tehát lezár valamit. Ez lehet egy munkahelyi változás. Ez lehet az is, hogy bizonyos kapcsolatokat le akar zárni. Amit a kard még jelent, hogy tisztázni szeretne veled valamit. Keresi a kapcsolatot, beszélni akar veled, és itt látható, hogyan gyorsan közeledik hozzád, hamarosan oda érkezik hozzád. És mi köt össze benneteket? Itt látható, hogy átnyújtja számodra az aranyi kelyhet, és az jelenti az érzelmeket. Ő nyitott lesz érzelmekről beszélni. Mind az,
ami a múltban történt, és igazságtalannak tűnt, az most lezárul. Lehet, hogy ő megbántott téged, de ő sem kapta meg az elismerést. Ezekről a régi témákról beszélni akar ugyan, de ezt szeretné lezárni. Ő tudja azt, érzi azt, hogy itt lesz egy fordulat, lesz egy új kezdet. Előre mennek az események, megváltozik a hozzáállása, veled kapcsolatban, és kimutatja az érzelmeit. És biztos lehetsz abban, hogy ő szeret téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!